Rengeteg vendéglátóhelyet érinti, és arra ösztönzi az éttermek üzemeltetőit, hogy inkább környezetbarát, többször használatos termékeket részesítsenek előnyben. Az Újítsuk meg Európát frakció francia EP képviselője azt hangsúlyozza, mindenfajta műanyagot arányosan érint a rendelkezést, mert ezek, akár az úgynevezett környezetbarát, akár a lassan lebomló plastik termékekről legyen szó, egyfajta iszaplevessé alakulnak az óceánba. És ez egy mérgező massza. És főként az élelmiszerek csomagolóanyagaiból, polisztirol italtartókból és gyors éttermi műanyagokból áll össze. Jelenleg több mint 150 millió tonna műanyag szennyezi a világ óceánjait, melynek 70%-át az eldobható műanyag termékek teszik ki. Van köztük, ami 200, van olyan fajta, amelynek 450 év kell a lebomlásához. A műanyag hulladék az egész ökoszisztémát veszélybe sodorja, ezért az Európai Unió 2019 májusában fogadta el az egyszer használatos műanyagokat tiltó irányelvét.